Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Tatai Televízió napi híradóját látják április 17-én szerda este, tartsanak velünk! A húsvétkor szokásosan vásárolt árukat, sonkát, csokoládét és pálinkát ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Regionális küldött gyűlését tartotta a napokban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A soron következő képviselőtestületi ülést készítette elő a Humán és Ügyrendi Bizottság. Idén mindössze 5 sonka bukott meg, a pálinkák viszont kifogástalanok voltak. Fokozott fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket tartottak a húsvét előtti hetekben megyénk áruházaiban. Ennek eredményeiről számoltak be a szakemberek a kormányhivatalban tartott tájékoztatón. A nagybőjt időszakában, tehát a húsvétot megelőző 4-5 hétben fokozott fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken estek át a környék nagyáruházai, húsboltjai. A megyében már 24 ellenőrzés történt, de az ünnepekig ez a szám csak nagyobb lesz. Idén főleg a sonkákat, sajtokat, csoki figurákat, valamint a pálinkákat figyelték meg a szakemberek, de természetesen más élelmiszereket is felülvizsgáltak a kiemelt időintervallumban. Ilyenkor kiemelten a húsvéti főzés használt, sütéshez és főzéshez használt termékeket próbavásárolunk, különböző liszteket, tojást, mindenféle apró dolgot, ami egy háziasszonynak kellhet. Ezeknek megvizsgáljuk az eladási árát, aminél szükséges feltüntetni ott az egységárat, tehát a kilóra vetített árat, hogy ez megfelelően fel van-e tüntetve, és összesen a 24 ellenőrzésből gyakorlatilag elenyésző, tehát bár sok 48%-os kifogásolási arány, de ezek között a kifogás nem a leggyakrabban nem az árfeltüntetésre vonatkozott, hanem valami csomagolóanyag belemérésre. Amit kiemelnék, és ez egy nagy probléma régóta, hogy bár ellenőrztünk húsboltot is, most nem annyit, mint korábbi években, a leggyakoribb hiba a húsboltoknál, hogy belemérik a csomagolóanyagot, ami jelentősen eltérést okoz a termékért kifizetett árban. Tehát egy-egy papírért kifizetünk sok esetben 10-20 forintot, hogyha komolyabb értékű húst veszünk, akkor akár még 40 forint is, egy forintot is elérheti egy-egy csomagoló papírnak az ára. A terméket azonnal ki kell vonni a forgalomból, tehát van egy azonnali riasztásunk, amire vissza kell mennünk, és ahogy személyesen átadjuk, vagy valamilyen sürgős eljárásban levetetjük a polcokról a nem megfelelő termékeket. Ilyenkor az áruház a gyártóval felveszi a kapcsolatot, és visszahívja a nem megfelelő termékeket. Ez azonnali intézkedés, ezt elfelejtettem mondani az előbb, hogy gyakorlatilag a 4 kifogásolt termékből 3-at már a következő héten levettek a polcról, azóta biztos vagyok benne, hogy a 4-et is levették. A szakemberek nem csak a húsvéti időszakra, hanem egész évben javasolják a vásárlóknak, hogy ellenőrizzék a termékek szavatossági idejét, a feltüntetett árat, valamint egységárat, a címkén szereplő összetételt, azonban a legfontosabb, hogy a vevő minden tranzakció után tegye el a nyugtát, anélkül azonban hiába jelezzük az esetlegesen felmerülő problémákat. Egyesületi formában dolgozik a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, így törvényi kötelezettségeinek elegettével rendszeresen tart küldött gyűléseket is. Legutóbb a helyi csoportok által megválasztott régiós küldöttek találkoztak Tatán, akik amellett, hogy kijelölték az országos küldöttjeiket, több szempontból értékelték a 2018-as esztendő tapasztalatait. Megválasztotta országos küldötteit a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat regionális szervezete Tatán. A gyűlésen a 2018. évi tevékenység ismertetése is megtörtént, és költségvetési beszámolót hallhattak a résztvevők. Az egyesület regionális vezetője elmondta, nehéz éven van túl a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a térségben. Ugye a 18-as év a régió életében elég zaklatott volt, ha így lehet ezt mondani, hiszen április 1-től átvettünk 2 darab nagy intézményt, amit a régió még nem tudott, hogy hogyan kell csinálni. Nem kevés fejfájást okozott ez a régió vezetésnek, mind anyagilag, mind pedig erkölcsileg, illetve tevékenységet illetően, hiszen az egyik intézményben 100 ellátottunk van, amiből 22 demens, majd a másikban pedig az 50 fős intézmények az egy kicsit kisebb. 2018-ban a Szeretett Szolgálat által 3347-en részesültek napi ellátásban intézményi szinten, míg a szakapparátus 195 főre gyarapodott, a technikai és kiszolgáló személyzet nélkül. A régió költségvetése is egy hatalmas összegre rúgott,
1,8 milliárd a régiónak a költségvetése. Ugyanakkor vannak a 2018-as évről 19-es évre áthúzódó beruházások. Szeretném ezt az alkalmat is megragadni arra, hogy a tatajaknak a fejébe rendet tegyek egy kicsit arra, azon tekintetben, hogy a régió központ nem 640 millió forintból épül, mint egy újságban megjelent, hanem ebből a 640 millió forintból, ami az országos infrastruktúrának a javítását szolgálja Magyar Máltai Szeretetszolgálat életében, ebből 35 millió forint, ami a tatai épületnek a felújítására szorul. Akik látják ezt, sajnos ez az épület renoválása megállt, hiszen a kivitelező nem tartotta be azokat a ütemterveket, amiket kellett volna, és elálltunk a szerződéstől. A kivitelezési munkálatokkal hasonlóképpen járt az Egyesület Kisbéren és Dorogon is, az ebből adódó problémák megoldása fontos feladat az idei esztendőben. A kisbéri beruházásoknak a előirányzott költségvetése volt 29 millió forint, ezzel szemben a 19-es évre kaptunk 42 millió forintot. Tehát közte van 13 millió forint. Nem kevés fejfájást okoz ez sem, hogy ezt hogyan fogjuk előteremteni. Nyilván ez topos pályázat a kisbéri, a tatai az pedig, mint előbb mondtam, az infrastruktúrális fejlesztéseknek a keretéből fog megvalósulni, reményem szerint 19-ben. Kérelmünket megtettük a megyegyűlés felé, hogy azt a 13 millió forintot valahonnan elő kéne teremteni. Az építkezést természetesen elkezdtük az új kivitelezővel, és reményeink szerint be is fogjuk fejezni. Várunk föntől a segítséget, hogy honnan lesz a pénz. A szolgálat tevékenységeit 650 önkéntes segíti 19 településen, a tatai régióközponthoz 3 megye tartozik. Ülésezett Tataváros önkormányzat képviselőtestületének humán és ügyrendi bizottsága ma délelőtt a Városházán. A felek 17 napi rendi pontot tárgyaltak, melynek részleteiről a bizottság elnöke Robozné Sönfeld Zsuzsanna beszélt. A soron következő képviselőtestületi ülés munkáját készítette elő ma a Városházán a Humán és Ügyrendi Bizottság, a tagok rendelettervezett módosításokkal, jóváhagyásával, illetve intézményvezetői pályázat kiírásával foglalkoztak, de több beszámolót is meghallgattak a délelőtt folyamán. Nagyon sokszor volt már előttünk a lakásrendelet, tehát erről fogunk dönteni, illetve az alapokra beérkezett pályázatok, ami igen magas számú ebben az évben is, talán a legmagasabb a sport és egészségügyi alapra beérkezett pályázatok száma. Összesen 68 pályázat érkezett a három témakörben. Ennek az elbírálása, illetve az erről való döntés következik ma, de természetesen a közművelődéssel kapcsolatos témakörök is nagyon fontosak, hiszen a közművelődési rendelet megalkotására készülünk. Helyi olyan szervezetek, akik a közművelődésben részt vettek, illetve megállapodása van az önkormányzat velük, az ő tájékoztatójukat hallgatjuk meg, valamint az új 2019 évi tervet fogadjuk el, amely azt gondolom, hogy átöleli az egész város közművelődését, hiszen minden területet érinteni fog. A tájékoztatóban a megyei tűzoltóparancsnokság tájékoztatóját is meghallgathatjuk, mi is történt, hogyan történt 2018-ban. Azt gondolom, hogy mint minden alkalommal nagyon színes a paletta, hiszen a szociális területet, a rendeletekben a költségvetésünket is érintjük, hiszen ez az első napi rendi pont. 4 ilyen módosítást fogunk végrehajtani. Az előző évi 2018 évi költségvetési rendelet utolsó módosítását, a TÉSZ módosítását bizonyos területek tekintetében a városban, úgy, ahogy már említettem, a közművelődési rendeletről, illetve a lakások és helyiségek bérletéről szóló. Azt gondolom, hogy a döntés folyamatában az is fontos, hogy a civil szervezetek, illetve a bekapcsolódó társadalmi szervezetek képviselőivel tudjunk kontaktust teremteni. Reméljük, hogy ők is itt lesznek, és tudunk kérdezni, és ők pedig alkalmasak is tudnak majd válaszolni a kérdéseinkre. A húsvétot megelőző időszakban a város számos szervezete és intézménye szervez az ünnephez kapcsolódó izgalmas programokat. Így volt ez a kertvárosi óvodában is, ahol az április 17-i rendezvényre az eddigi évekhez képest kiemelkedően sok gyerkőc érkezett. A Nyuszivárás jegyében a kicsik változatos kézműves foglalkozásokon vehettek részt, és a gyerekek még komfortosabb érzetéhez hozzájárult, hogy a szülők is jelen voltak az esemény dús délutánon.
Az óvodában jellemző, hogy minden ünnep előtt kedves dekorációkkal alakul át az intézmény, így most sem maradhattak el a nyulak, színes tojások és minden, ami igazán húsvéti hangulatot kelt a legkisebbekben. A kollégáim kezemunkáját dicséri, fantasztikusan ügyes és nagyon kreatív ötletekkel állnak mindig elő, és mindig megújulnak, és köszönet érte nekik is, illetve szintén a szülői csapatnak, mert mindenki támogat minket és hozza a dolgokat, szóval szinte nem tudunk betelni vele. Ezen a héten rengeteg program volt az óvodában. A hét elején a földnapi programsorozattal kezdtük a hetet, és egy gyönyörű szép fűszerkertet sikerült az óvoda udvarán létrehozni. Ezúton szeretném megköszönni a szülői támogatásokat, rengeteg fűszernövény érkezett, illetve az óvoda kertjében található virágos kertek is pompás ruhát öltöttek, illetve a balkonládák, mert beültettük őket virággal, minden kisgyermek hozott egy-egy virágot ezen ünnep alkalmából, és hát ma szerda van, ma pedig a húsvét jegyében telik a napunk. Délelőtt a gyerekeknek megérkezett a nyuszi, különféle feladatok voltak itt az óvodában, csodálatos finomságok készültek, egészséges húsvéti kis finomságok, és most délután pedig egy kézműves délutánnal várjuk a szülőket, ahol tartalmas időtöltést igyekszünk nyújtani nekik. Ami nekünk nagyon fontos pedagógiai feladatunk is, hogy a kisgyerkőcöket mi csak közösen tudjuk itt az óvodában ellátni. A szülők, a családok és mi az óvoda. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy a szülők kompetensek és partnerek legyenek, és ők nagyon azok, tehát mivel nekünk fontosak, mi is fontosak vagyunk az ő számukra, és nagyon élvezik, hogy itt egy kicsit ők is beláthatnak az óvoda mindennapjaiba. A gyerekek természetesen az igazi húsvéti időszakot a szülőkkel töltik. Így nagypénteken már otthon készülődhetnek a nyuszi jövetelére, legközelebb pedig csak április 23-án, kedden kell újra óviba menni a kicsiknek. Lehetőség nyílik az intézmény és a kisgyermek nevelők megismerésére, valamint a szülők is tájékozódhatnak a bölcsődei felvételről. Betekintő nyílt napot szervez a Csillagsziget bölcsőde. Április 29-én hétfőn 16 és 17 óra 30 perc között várják az érdeklődőket az új út 14/A szám alatt. A Juniorka bölcsőde tájékoztatja a tisztelt szülőket, hogy a bölcsődei jelentkezés a 2019-2020-as nevelési évre május 13-a és 15-e között lehetséges a Bacsó Béla út 66/1 szám alatt. A felvételeket május 20-a, illetve 24-e között bírálják el, a tisztelt szülőket pedig május 27-ig értesítik ennek végeredményéről. Ismét jelentkezik az Eötvös József Gimnázium zenés irodalmi kávéháza a Vakablak. Április 26-án pénteken 17 órától várnak minden érdeklődőt. Többek közt Tóth Krisztina József Attila díjas író költő műsorával, de zenés programokkal is, így például 19 óra 30 perctől Demenyiv Mihály harmonika művészt hallgathatják meg. A Magyar Honvédség Klapka György Lövész Dandár zenekara szeretettel vár minden érdeklődőt a Katona Zene Napja alkalmából szervezett koncertjére április 25-én 18 órától a Piarista Rendházban. A programra való belépés díjtalan. Szavaló versenyt hirdet ismét a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtára a Madarak és Fák napja alkalmából a tatai és térségi általános iskolákban tanuló alsó tagozatos gyermekek számára. Május 8-án szerdán 10 órától a Vízimalom teremben hangzanak el a szavalatok, április 30-áig lehet leadni az ezzel kapcsolatos jelentkezési kérelmeket. Szerda esti híreinket összefoglaljuk még egyszer, röviden. A húsvétkor szokásosan vásárolt árukat, sonkát, csokoládét és pálinkát ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Regionális küldött gyűlését tartotta a napokban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A soron következő képviselőtestületi ülést készítette elő a Humán és Ügyrendi Bizottság.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Április 17-én szerda este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen magazinműsorunk következik, melyben a Vaszari János Általános Iskola költészetnapi műsorát, illetve a hétvégi böjti karikázót láthatják rövid összefoglalóban. Én szép estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!